Asztalhoz ültek a legkisebbek a negyedik Mesevár kupán, azért, hogy kiderüljön, ki a legjobb óvodás és általános iskolás sakkozó. A versenynek, amely hét fordulóból állt, a Sünn Balázs óvoda Mesevár tagovodája adott otthont. 4 éve kezdődött ez a rendezvény, a Bartókoviban volt az első verseny, az még szűk körben a Bartókovisok között, de Győrben a jobb is kezdett el sakkozni, hogy ez évről évre bővült. A versenyzőknek fejenként 15 percük volt, hogy legyőzzék a másikat, de a csaták általában hamarabb véget értek. Akkor nem tudsz sehova szállni, mert itt most ide nem tud lépni. Szak, mert itt szak a királynő, itt is szak a királynő, itt is szak a királynő, meg a ló támas. A versenyen nem csak győri óvodások és iskolások vettek részt. Pákozdi Lachman Ákos és apukája például Moson-Magyaróváról érkezett. Igazán jó logikát alakít ki a gyerekeknél, türelem, fegyelmet is kialakítja, és számolásnál hihetetlen segítséget tud nyújtani, és más feladatoknál is igen gyorsan átlátja, és igen gyorsan tud vele kombinálni. Jobb mondtok tőle matekon számolni, nekem volt egy időhimát már a matek felmőm, hála a soknak. Van, amikor nekem is van sikerélményem, de általában ő az, aki megveri az édesapját. A fiatal sakkozók ezen a napon megmutatták, hogy nagyon értik ezt a sportágat. Királynő, az mindenhova tud lépni, de akármennyit a futó, az már különösen, mert az így tud átlósan ütni, akármennyi tud lépni. A ló azt már mondta, hogy csak így tud lépni. A gyerekek korukat meghazudtolva játszottak, sokuk már több éve sakkozik. A Mesevár óvodában játékos módszerekkel tanítják a gyerekeket, akik nagyon fogékonyak erre a sportágra. A 3-6 éves korú gyerekeknek egyik nagy sajátossága, hogy nagyon sok mindent megtanulnak. Én úgy mondanám, hogy az agyuk olyan, mint egy szivacs. Mindent felszív, mindent meg tudnak tanulni. Természetesen attól függ, hogy az ember hogy közelíti meg a témát. Nagyon fontos a játékosság. És úgy, ha csak arra gondolnak, hogy a tablettel meg a mobillal a gyerekek hogy dolgoznak már, hogyan rááll a kezük, hát a sakkjáték az pontosan ugyanilyen. A sakk fejleszti a gyermekek logikáját és probléma megoldó képességét is, így az ilyen versenyek duplán értékesek. A 4. Mesevárkupán egyébként több mint 50 ifjú sakkozó vett részt.